Hazai helyzettel kezdődött a Szent Lőrinc Békés Csaba mérkőzés a Merkantil Bank Liga 5. fordulójában vasárnap. A második percben Mervó lőtt 15 méterről, de a lilafehérek kapusa kezei közé érkezett a labda. Aztán a vendégek válaszaként a 8. percben Kittl próbálkozott 16 méterről, a létsz alá tartó labdát Prokop szögletre ütötte. A 14. percben aztán a jó helyen álló talpalló nagy gólt lőtt, ezzel megszerezték a vezetést a vendégek. 3 perccel később már is küldött kapura egy erős lövést, amit Prokop magabiztosan hárított. A 23. percben Horváth Péter végzett el egy szabadrúgást 26 méterre a kaputól, bár mindenki beadásra számított, ő a jobb alsó célozta meg, Prokop azonban résen volt. Majd Rétyi kapott jó labdát, helyzetbe került, de a lövésébe beleléptek, így Bukrán a jobb alsó sarok előtt védeni tudott. A 29. percben egy Békés Csabai labdaszerzés után már is lövésébe, ezúttal keresztes lépett bele, így szöglet következett. Aztán Mervó próbálkozása után pattant meg a labda egy védőn, veszélyesen a kapu bal oldala felé tartott, de Bukrán visszaért és megfogta azt. A 42. percben Mervó készített vissza az érkező német Eriknek, a létsz alá tartó labdát Bukrán fölé tolta. A félidő hajrájában aztán jött a második Csabai gól. Mikló verte meg a bal oldalon Erdélyit, és 9 méterről kilőtte a hosszú alsót. A szünet után tovább növelhette volna előnyét a Békés Csaba, de Hamed kétszer is rontott. Előbb a 48. percben Havas blokkolt a lövését. Az 55. percben aztán Rétyi lőtt, a labda szögletre pattant egy védőről. Ezután jött Hamed második kísérlete. Elszáguldott a jobb szélen, centerezett, az érkező Váradiról szerencsére a bal alsó mellé csapott. A labda. Aztán csörgő baloldali beadása után Mervó nagyon rosszul találta el a labdát, majd Pap csavart ballal 19 méterről a jobb alsó sarok mellé. A 75. percben aztán szabadrúgáshoz jutott a Szent Lőrinc. A kaputól 19 méterre Szabó Máté állt a labda mögé és a jobb alsóba lőtt, ezzel szépítettek a házigazdák. 9 perccel később ismét jó helyről végezhetett szabadrúgást Jeremiás Gergő együttese. Megint Szabó Máté próbálkozott, lövése azonban ezúttal megpattant egy védőn. Szöglet következett, mely után Mervó a rövidnél megcsúsztatta a labdát nem sokkal a léc fölé. A hajrában Szabó Máté tüzelt 18 méterről, a labda a kapu jobb oldala mellett suhant el. Majd Mervó vezette a labdát a kapu felé és 19 méterről fölé bikázta. A hosszabbításban egyenlítettek a házigazdák. Egy jobboldali szögletet követően némi kavarodás után csörgőhöz került a labda, aki közelről a bal alsóba továbbította azt. Két gólos hátrányból is fel tudott tehát állni a Szent Lőrinc a Békés Csaba ellen, és így ismét egy hajrában szerzett góllal tartott otthon egy pontot. Az első félidőben a Békés Csaba dominált, irányították a játékot és több helyzetet is kidolgoztak, úgyhogy az első félidő mindenképpen az övék volt, viszont a másodikban mi sokkal jobban futballoztunk, mint ők. Azt gondolom, hogy lehetőségeink is voltak. Összességében egy igazságos döntetlen született, mert azt gondolom, hogy ha egy kicsit hamarabb tudjuk rúgni a első gólunkat, akkor még győzelmi esélyünk is lehettek volna. Nem tudtuk megtartani a labdákat, és az ellenfél több helyzetet dolgozott ki, de így megvoltak a lehetőségeink, hogy megszerezzük a harmadik gólt, azzal lezárhattuk volna a mérkőzést, ez nem sikerült, és 30 másodperccel a mérkőzés vége előtt egy szerencsétlen szöglet után ki tudott egyenlíteni az ellenfél. Nagyon sajnálom, hogy így alakult a mérkőzés.